És most jöjjön egy igazán motiváló gazdasági löket a Monitor délutánban. Kortyoljon bele egy erős KKV-ba. Erős KKV. Köszöntöm a hallgatókat, Mijálovics András vagyok, a műsor vezető, vendégeim pedig Tomán Szabina üzletasszony befektető, állandó vendégként, én már ezt mondhatom, illetve Mitter Anna Róza, a Mitter Sisters bőrtáska készítő workshopok kitalálója. Köszöntelek benneteket a stúdióban. Sziasztok! Sziasztok! Hát először a Anna Rózához fordulnék, mert hogy az is így egy ilyen bevett szokássá kezd válni ebben a műsorban, hogy egy kicsit a vállalkozói oldaladat megismerhessük. Mit kell tudni rólad, mi a vállalkozásod, hogy jött ez az egész az életedbe? Szerettél volna vállalkozni, vagy ez ilyen kényszerből jött? Tehát téged, mint vállalkozót, hogyan írnád le? Mi 2015 óta tartunk táskakészítő workshopokat. Ez azt jelenti, hogy az emberek eljöhetnek hozzánk, és egy nap alatt készíthetnek egy teljesen egyedi táskát, ami maximálisan az ő személyiségüket tükrözi. Igazából az ötlet az nem feltétlenül egy ilyen kényszervállalkozásból indult, hanem sokkal inkább egy fenntartható irányból. Számomra nagyon fontos volt mindig is a fenntarthatóság, és azt gondoltam, hogy ha az embereknek lehetősége van arra, hogy egy teljesen egyedi tárgyat készítsenek, ami az ő stílusokat tükrözi, akkor ez a tárgy az nagyobb értéket képviselhet a szemükben, valamint azt is gondolom, hogy egy nagyon szemléletformáló élmény az, hogyha valaki egy nap alatt 4-6-8 óra alatt a két kezével rak össze egy ilyen tárgyat, mert látja, hogy mennyi idő és energia megy bele, ameddig elkészül egy bőrtáska. Így jött tehát az ötlet, és 2015 óta több mint 3000 gyönyörű egyedi bőrtáska készült már el nálunk, és céges rendezvényeken pedig több mint 15 000 ember vett már részt valamelyik foglalkozásunkon. Ne csináljunk titkot abból, hogy ismeritek egymást a Szabinával. Méghozzá elég komoly a kapcsolat, mert hogy nem csak az Anna Róza táskáinak vagy a rajongója, mint kiderült itt nekem néhány másodperc alatt, hanem befektetőként is szerepet vállaltál az ő életébe. Ugye? Méghozzá ez is elég speciálisan indult, mert ha valaki azt mondja, hogy befektet, akkor az azt jelenti, hogy adtál erre a jó kis vállalkozásra tőkét, aminek a megtérülésében reménykedtetek mindketten. Igen, Rózával a mi találkozásunk a befektetői műsoron keresztül történt, ott találkoztunk először, és ugye a műsor az úgy néz ki, hogy van egy adott információ, amit elmond a vállalkozó magáról, az álmairól, illetve arról, hogy mit szeretne. Majd én erre teszek egy ajánlatot, és mindenki boldog, kezet rázunk, és megtörténik a befektetés. Egy kicsit máshogy működött Rózánál, ugyanis amikor mi a műsorban megegyeztünk, utána nagyon sok idő telt el, különböző okokból kifolyólag, hogy mi újra találkozzunk és átbeszéljük a befektetés részleteit, és ott változott a befektetési ajánlat Róza oldaláról, illetve amikor én is elkezdtem ugye mélyebben megismerni, hogy mivel foglalkozik, hogy néz ki maga a vállalkozás, akkor egy-két olyan dologra derült fény, ami azt jelentette, hogy nem biztos, hogy pénzre van szüksége Rózának. Ilyen vállalkozással nagyon kevéssel lehet találkozni az országban. Igen, azért örülök, hogy Róza most eljött és beszélgethetünk, mert ez egy olyan befektetés, ami nem pénz, nem megfogható összegszerű, hanem egy olyan együttműködés, egy olyan folyamat, amivel most a nyáron, ezen a nyáron ugye elkezdtünk gondolkodni, hogy is tudjuk ezt tökéletesíteni, illetve mire van szükség ennek a vállalkozásnak. Úgyhogy itt most maga a befektetés az azt jelenti, hogy az én munkámat, az én időmet és az én kapcsolatrendszeremet rakom bele a vállalkozásba, ami meggyorsítja, skálázhatóbbá teszi a termékeket, illetve megnyitja a külföldi piacot, a Mitter Sisters, illetve a DIY bárnak a lehetőségeit, a kapuit. Róza, mi volt fontosabb, mint a pénz nálad ebben a történetben? Ez azért fontos kérdés, mert hogy tényleg, ahogy Szabina rávilágított, a vállalkozók nagy többsége azt mondja, hogy én szeretnék egy klassz befektetőt, aki ad jó sok pénzt, majd nem szól bele semmibe, és akkor mindenki mégis valahogy boldog lesz ebbe a konstrukcióba. Te meg pont menet közben változtattad meg a hozzáállásodat a Szabina befektetéshez. Miért történt ez?
Azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy én az Iparművészeti Egyetem elvégzése után azonnal belevágtam a vállalkozásba, és ez egy ilyen nagyon-nagyon mikrovállalkozásként indult. Én nagyon nagy örömömet leltem abban, hogy az emberek ilyen boldogan távoznak a saját készítésű táskáikkal, és 2015-ben egy kicsit így megelőzve a trendeket, rádöbbentem arra, hogy mekkora húzó ereje van ennek a workshop formátumnak. Tehát én gyakorlatilag a saját kis lakásomból indítottam el ezt a vállalkozást, ami folyamatosan organikusan növekedett. Tehát soha nem volt tőkebevonás, soha nem kellett kölcsön kérni, mert mindig addig nyújtózkodtam, ameddig a takaróm ért, és ez nekem nagyon biztonságos és kényelmes volt, hiszen mindig tudtam, hogy mi lesz a következő lépés, ami egy mikrolépés volt, például egy új gépnek a megvásárolása. Viszont most arra eljutott a vállalkozás egy olyan szintre, ugye 8 évről beszélünk, és most arra eljutott a vállalkozás is, és én is egy olyan szintre, hogy azt éreztem, hogy a dinamikus növekedéshez egyszerűen szükségem van egy olyan tapasztalt személy bevonására, amilyen például a Szabina, mert ő pontosan tudja, hogy ebből a szerelemvállalkozásból hogyan lehet nagy ugrásokkal, sokkal nagyobb léptékben nagyban gondolkodni, és azt gondolom, hogy pont most van itt az ideje annak, hogy bevonjak egy ilyen társat, és ugye még mindig nem a pénzről van szó. Nyilván bármennyi pénzt el lehet tapsolni. De alapvetően nem ez a cél. Megint csak nem egy hétköznapi hozzáállás, amit itt az előbb hallhattunk, hogy szépen addig nyújtózkodva még a takaródér építetted fel ezt a kis álmodat. Viszont Szabina, lehet, hogy ezzel nehezebb feladatod van, nem? Mert hogyha azt mondják, hogy kérek x millió forintot, azt be tudod árazni, hogy ez most megvan-e, nincs meg, hogyan térül meg, milyen formában térül meg, viszont ha a kapcsolatrendszeredet, a szabadidődet, a szakértelmedet kéri egy vállalkozó segítségként, akkor azzal mit tudsz kezdeni? Igen, ez egy fontos döntés volt az én oldalamról is, hisz az elmúlt években mindenki úgy gondolta, hogy ugye smart money, van egy adott tőkebevonás, és mellé pedig igazából szinte a stábomat is, a marketing csapatomat, a sales csapatomat, a franchise hálózatomat tudja majd arra használni, hogy ő növekedjen, de hát ez nem így működik. És Róza nagyon jól megfogta, és ő szinte az első olyan vállalkozó, aki azzal jött vissza, hogy figyelj, én végig gondoltam. Nekem az úgy nem kell, mert hogy amúgy így szépen növekszik, tehát szépek a számok, tényleg elégedettek a vásárlók, azt látom, hogy ő is elérni, amit szeretne. Lehet, hogy rövidebb idő alatt, de biztos lépésekkel, ahogy ő is mondta, kis lépésekkel, de megoldaná. Itt viszont annyira tetszett, és annyira pozitív volt ez a meglátás, mert tapasztalatból jött, és azt mondta, hogy figyelj, akkor nekem erre van szükségem. És lehet, hogy azon kívül, hogy igen, a számok nagyon makacs tények, mert azt nem lehet félre gondolni, vagy félre számolni sem nagyon, hanem, hogy van egy álom, amit meg kell valósítani, és ketten leülünk, és dolgozunk, és kreálunk, és elmondja, nagyon be tudom vonni abba, amit én látok külső szemmel, és szerintem Rózának erre van szükség, hogy egy külső szem húzza őt, vagy csak gyorsítsa meg azt a folyamatot, amit ő szeretne. Vannak itt is nagyon-nagyon kemény táppontok, hogy miket szeretnénk elérni, mi az elkövetkezendő, nem tudom, fél éves, negyedéves, fél éves terv arra, hogy akkor ő mit szeretne, nekem mennyi munkaóra ez, és mit szeretnénk látni a nap végén, ugye, hogy gazdaságilag ez hogy éri meg. Úgyhogy nagyjából azt mondanám, hogy ez az első ilyen eset számomra is, hogy engem szeretnének, nem a pénzem, nem csak a pénzem. Úgyhogy ez egy kidolgozás alatt van. Én nagyon szeretem, így szoktam, hogy pingpongozunk, vagy gyurmázunk, hogy elkezdjük megtanulni egymást a vállalkozókkal. Rózával elkezdjük megérteni, hogy mi az ő gyenge pontja, mi az én gyenge pontom. Itt biztos, hogy az idő lesz az első. Ki kell lépnünk abból, hogy a baráti társaság, a szülők háttere, tehát hogy professzionálisabb lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy tényleg sikeresen tudjuk ezt a vállalkozást közösen vinni. Ez, bevallom őszintén, hogy most még nem ijeszt meg. Nincs félelem abban, számomra, az én oldalamról nincs félelem, hogy ez nem fog működni, vagy hogy valahol elsiklik a kommunikáció, mert nagyon tisztán tudunk egymással beszélgetni. És szerintem is ez nagyon fontos, hogy tud, hogyha nem a pénzed, hanem az idődet adod, akkor kinek adod?
Róza, te hogy döntöttél úgy, hogy ezekről lemondasz? Nem volt kedved ezekkel foglalkozni, egy eladói hálózatot felépíteni, a külföldi piacokat felmérni, vagy egész egyszerűen egy gazdasági racionalitás vezetett ide, hogy egy olyan partner keres, akinek ebben már van tapasztalata, és akkor nem kell ugyanazt az utat bejárnod? Az a helyzet, hogy én imádok vállalkozni. És ez nagyon érdekes, mert ez nem volt mindig így. Tehát amikor én designerként a MOME-n végeztem, akkor mindent szerettem volna, csak vállalkozni nem, meg a számokkal foglalkozni, meg azzal törődni, hogy pontosan hogyan fog működni a sales. És az elmúlt 8 év során nagyon-nagyon sokat tanultam, ebben sokszor segítettek, volt egy mentorom, dr. Radácsi László, aki megszerettette velem magát a vállalkozásnak a gondolatát, és én azóta imádom ezt csinálni. És azt gondolom, hogy szépen lassan bele is tudok tanulni. Szépen lassan meg tudom tanulni az Instagramot, meg a TikTokot is, még akkor is, hogyha nincsen saját profilom ezeken az oldalakon, mert egyszerűen nem hiányzik az életemből, de tudom, hogy a vállalkozásnak szüksége van erre. És ugyanígy érzek most ezzel az együttműködéssel kapcsolatban is, hogy ahogy Szabina is mondta, lehet, hogy előbb-utóbb egyedül önállóan is el tudnám érni ezt a fajta növekedést, de én szeretném ezt előbb elérni, és azt gondolom, hogy az a tudás, ami a Szabinának megvan, tekintve, hogy ő már felépített egy ilyet, méghozzá eléggé rendhagyó módon, én azt gondolom, hogyha ezt a támogatást én magam mellett tudhatom, akkor ez egy olyan nyereség számomra, amit nagyon-nagyon nehéz lenne máshogy elérni, és valószínűleg önerőmből a fél életem rámenne, ehelyett lehet, hogy tudnám az időmet olyan dolgokba forgatni, amitől ez a szolgáltatás még sokkal jobb lesz, bár eddig is ezen voltunk, és egyelőre azt gondolom, hogy a legjobbat nyújtjuk itthon, de azt gondolom, hogy az én feladatom sokkal inkább az, hogy a fókusz azon legyen, amihez igazából, amit tanultam. Szabina, neked ez miért jó? Ugye ez megint csak nem egy vegytisztán tőkebefektetői attitűd, amit te itt követsz. Neked ebből ugyanúgy profit reményeid vannak, hogy finoman fogalmazzak, vagy te magad is tanulsz, és ez egy tök tudatos lépés abba az irányba, hogy mondjuk te egy profi befektetővé váljál. Mindenféleképpen a tanulás az elsődleges számomra is, hogy tudjam követni, figyeljem azt a piacot, ami eddig hozzám nem jutott el, hogy a kis vállalkozóból hogy lesz nagy vállalkozó. A másik pedig mindenféleképpen a profit, tehát, hogy a nap végén Róza is és én is pénzt szeretnénk ebből keresni, de azt gondolom, hogy pont úgy tudunk, úgy tud találkozni a két vállalkozói létünk, hogy ebből egy win-win helyzet alakuljon ki. És ez a másik, ami szerintem egy kihívás, mert szerintem csak az vállalkozik, illetve fektet be, főleg ebbe a szektorba, ez a KKV, illetve vállalkozói szektor Magyarországon, aki kihívásokat keres, mert aki a biztonsági játékos, ez elmegy egy jó pozícióba munkavállalónak. Úgyhogy én mindenféleképpen olyan partnereket keresek, akikkel körülbelül azonos az értékrendünk, egy irányba tartunk, és van olyan dolog, amihez hozzá tudok én is adni. Úgyhogy igen, tanulás, a nap végén mindenféleképpen az, hogy nekem gazdaságilag ez megérje, mert azt kell nekem ilyenkor felmérnem, hogy azt az időt, amit nem a saját vállalkozásommal, hanem Rózával töltök, az megérje. De felelősségteljesen vezeti most is a vállalkozását, és azt látom, és azt érzem, hogy igen, vele érdemes lesz együttműködni, mert ahogy a cég fog profitálni ebből, akkor mind a ketten nagyon-nagyon jól fogunk járni. Nem csak gazdasági oldalról, hanem tényleg, hogy két olyan vállalkozó, két olyan ember találkozott, ami szerintem a hosszú távon való gondolkodás és az együttműködésre egy sikeres út. Az eddigi beszélgetésből lejött, hogy egy csupa szív vállalkozóról van szó, amikor Rózáról beszélünk, aki ott van minden idejét, energiáját, szenvedélyét beleviszi, el is hangzott, hogy szeret vállalkozni, de megütötte a fülemet az elmúlt percekben egy kifejezés, ez pedig a skálázhatóság. Róza, te felkészült-e arra, hogy esetleg eljut egy olyan fázisba ez a kis vállalkozás, amikor azt kell mondanod, hogy egyszerűen fizikai képtelenség mindenhol ott lenni, mindent személyesen kézben tartani? Ide már eljutott a vállalkozás. Na, örömmel hallom. Fájdalmas volt? Nem, fura. Fura volt, de
meg nehéz nyilván kiengedni a kezemből. Ugye pont az előbb mondtam, hogy meg kellett tanulni az Instagramot meg a TikTokot, és utána meg ki kell engedni a kezedből az Instagramot meg a TikTokot. Ez egy ilyen egészen érdekes fordulat, hogy akkor mégis minek tanultam meg. Nyilván nem tudok mindent egyedül csinálni. És mielőtt még elmentem volna ebbe a bizonyos műsorba, már előtte igazából a skálázhatóságnak az irányát azt megtaláltuk. Én ezt picseltem igazából ott a befektetők előtt, és már akkor elkezdtük ezt felépíteni, úgyhogy mire adásba került a műsor, addigra gyakorlatilag 90%-on volt a DIY bárnak az ötlete, ami a Mitter Sistersnek úgymond a kis tesója. Ugye a Mitter Sistersnél olyan táskakészítő workshopokat tartunk, ahol egy nap alatt összesen 6 fővel foglalkozunk. Ezeket a workshopokat mindig én tartom, és ott egy nagyon erős designer támogatást kap mindenki, aki eljön hozzánk. Tehát ez egy maximálisan luxus kategória, amikor egy designer csak veled foglalkozik, és segít megvalósítani az álmodat egy táska formájában. Ez viszont nyilván nem egy nagyon skálázható dolog, sőt egyáltalán nem skálázható. Hát ehhez te kell, ezt igen, nincs mese. Igen. Pontosan. És az is kiderült az évek során, hogy próbáltam a workshopoknak az irányítását átadni kolléganőknek, de egyszerűen nem volt pont ugyanolyan az élmény a résztvevők számára. Tehát kiderült, hogy a Mitter Sisters workshophoz kell Mitter Anna Róza, aki megtartja ezt a workshopot. Viszont az elmúlt 8 év során rengetegen megfordultak nálunk, nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk, láttuk, hogy az emberek imádják, amit csinálunk, és már hosszú évek óta gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne ezt a workshop formátumot, magát az élményt, és nagyon fontos a minőséget egy skálázható irányba elvinni, és így jött a DIY bárnak az ötlete, ami igazából annyit takar, hogy bárki előregisztráció nélkül az utcáról bejöhet hozzánk bármikor, nem kell 6 fős csoport indulásokra várni, meg rám, akármikor, ha arra sétál, bejöhet, és egy sokkal rövidebb idő alatt, 30-60-90 perc alatt a résztvevők készíthetnek egy teljesen egyedi bőrtárgyat. Itt is végtelen számú szín közül, kellék közül választhatnak a résztvevők, teljesen személyre szabjuk, belenyomjuk a nevüket a tárgyakba, viszont ezáltal sokkal-sokkal több ember tudunk fogadni naponta, körülbelül a 20-szorosa így a vendégszámunknak, mint addig, ameddig én tartottam. Hát ez egy koncepcióváltásnak is felfogható. Na de, Szabina, szerinted mennyire kell már az induláskor azon gondolkozni, hogy skálázzuk a vállalkozásunkat? Mert az egy nagyon kemény döntés, és ezt azért a Róza szavaiból is hallom, amikor felépítek valamit, meg kell tanulnom mindent, hiszen az elején nem adhatod ki, mert annyi induló tőkéje nagyon kevés vállalkozásnak van, hogy mindent kiadjon ahhoz hozzáértő és bizonyítottan és elismert szakembereknek, meg pláne nem. Tehát a legtöbben mindent maguk igyekeznek megtanulni és csinálni. Majd jön ott, hogy köszönjük szépen, sikered van, lám bejött, mert megtanultam, és ezek szerint jól tanultam meg, hiszen sikerem van, és akkor lépjél hátra. Igen, ez nagyon nehéz. Ez vállalkozó típus. Hát, hogy ezt nem szeretné mindenki. Aki viszont, akinek megfogalmazódott az, hogy ő szeretné háttérbe vonulni, mert van egy-két dolog, amire több energiát szeretne fordítani, tudja, hogy abban jobb, abban csak segít jobban a vállalkozásoknak, vagy a saját vállalkozásának, akkor jön az, hogy a skálázhatóságon végig gondoljuk, hogy mi a folyamat, mennyi tőke kell hozzá, kell-e hozzá tőke, mennyit tudunk visszaforgatni, hogy néz ki Magyarországon belül, Magyarországon határain kívül. De én azt gondolom, hogy nem minden vállalkozónak kell skáláznia a vállalkozását, illetve a termékét. Hát ez akkor nagyon az önismeretről szól. Nagyon, nagyon-nagyon fontos, hisz utána, ha visszahúzódunk, és nagyon sokszor leülök és egy papírral és egy ceruzával megmutatom nekik, hogy jó, hogyha most szeretnél növekedni, akkor 2-3 évig felejtsd el, hogy többet fogsz keresni, hogy kevesebbet fogsz dolgozni, mert hogy nem az aktuális munkafolyamatokat javítjuk, hanem az elkövetkezendő 2-3 éves munkafolyamatokat fogjuk javítani. Most fél év arról szól, hogy tudunk előkészülni arra, hogy több ember
embert fogadjunk, hogy tudunk előkészülni arra, hogy több embert szólítsunk meg, hogy te kevesebbet legyél ott, de a piramis csúcsáról minden részt és minden téglát láss, és úgy építsd fel, hogy neked csak utasítanod, illetve delegálnod kell, ne vedd ki az alkalmazottak kezéből a munkát, és nyomd te oda a vendég nevét, hagyd hibázni őket, tehát hogy el kell kezdeni megtanítani a vállalkozóknak azt, hogy a mikromenedzselést azt el kell engedniük. Ez nagyon nehéz, mert mindenki a saját kis álmát kell, hogy ott hagyja, és igen, lesz az, hogy félreütik a nevet a táskában. El kell, tehát a hibákat bele kell számolni százalékarányosan mindenféleképpen, de fel kell készülni és tanulni kell. Ha lehet a legjobbaktól, ha kell, vissza kell ülni az iskolapadba. Én ezt általában úgy oldottam meg, hogy mindig visszahúzódtam, és egy olyan coachot vagy szakembert hívtam magam mellé, akik segítettek. Én megfogalmaztam a kérdést, ez nagyon fontos, mert sok olyan vállalkozó van, aki nem tudja a kérdését megfogalmazni, hogy mi a problémája? Hát növekedni szeretnék. Igen, de mi az akadálya? És akkor ezeket szépen darabokra kell szedni, és újraépíteni az egész vállalkozást. Már a megnevezésben ugye elhangzott, hogy egy divat cikkről, egy divat termékről van szó. Hát a divat aztán kap hideget, meleget mostanság, hogy mennyire fenntartató, mennyire veszi figyelembe a fogyasztóknak a nem a dizájnnal kapcsolatos, és nem az árral kapcsolatos elvárásait. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Róza, hogy látod most ezt a helyzetet? Nagyon sokan ostorozzák a divat szakmát azzal, hogy egyáltalán nem fenntartható, és szépen fű alatt, de az egyik legnagyobb hulladéktermelő a világon. Te ezzel foglalkozol, már az elejétől kezdve foglalkoztál, mert ezt csak így rebesgették az elején, és általában környezetvédők, meg fenntartatossági szakemberek. Nem tudom, hogy a fogyasztókig eljutott-e ez. Ez egy nagyon-nagyon aktuális kérdés, és nagyon örülök, hogy beszélünk erről. Nekem már a márka létrehozásakor a fenntarthatóság az egyik hívószó volt, mert ahogy mondtad, a divatipar az egyik legkörnyezetszennyezőbb iparág, és erről manapság egyre többet beszélünk, de nagyon sokáig ez nem volt így a mindennapi beszédtémák között. Én már 8. éve tanultam és dolgoztam a divatiparban, amikor először egy német barátnőmtől hallottam a fenntartható divat kifejezésről, és teljesen ledöbbentem, mert nem tudtam, hogy van fenntartható divat, meg nem fenntartható divat, és fogalmam sem volt róla, hogy kik készítik azokat a fast fashion ruhákat, amiket én előszeretettel 20-asával vásároltam össze minden héten többször. És engem borzasztóan ledöbbentett az, hogy pontosan hol készülnek és milyen körülmények között a ruháink, kik készítik ezeket a ruhákat, és milyen alapanyagokból. És amikor én először ezekről hallottam, ez amúgy körülbelül 10 évvel ezelőtt volt, tehát ez a fenntartható kifejezés, ez még tényleg nem volt a köztudatban, akkor én borzasztóan ledöbbentem, és azt éreztem, hogy egy teljesen tévúton vagyok, hogy én tervezőként, divattervezőként, én ezt nem szeretném, én nem szeretnék ezzel foglalkozni. Azt éreztem, hogy rossz szakmát választottam, és teljesen kétségbe estem, és el kellett telni egy bizonyos időnek ahhoz, hogy rájöjjek, hogy tekintve, hogy én tervező vagyok, és ezt tanultam, valahol az én kezemben van a kulcs ahhoz, hogy változást idézzünk elő, hiszen ki más változtatna a divatiparon, hogyha nem a divattervezők, és igazából nekem így jött magának a workshopnak a gondolata. Ugye manapság nagyon divatos workshopokat tartani, rengeteg workshopról hallunk, de én egyáltalán nem ezért kezdtem el táskakészítést tanítani embereknek, hanem azért, mert azt gondoltam, hogy egy egyedi terméknek sokkal nagyobb hozzáadott értéke lesz. Ugye egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan vásároljuk a ruhákat, még többet szeretnénk, folyamatosan látjuk a reklámokat, mindenhol a telefonunkon 2 másodperc alatt tudunk rendelni egy új darabot, és ezeknek igazából egyre kevesebb érzelmi értéke van ezeknek a termékeknek. Az élettartamuk sem olyan hosszú, de egyáltalán nem. Úgy semmi, csak veszek még egyet. És azt gondolom, hogy ha csinálok egy táskát, ami úgy néz ki a legutolsó kis varrásig, ahogyan én azt elképzeltem, akkor ez egy olyan darab lehet, ami nem kerül be a szekrény mélyére 2 viselés után, hanem remélhetőleg addig hordják az emberek, amíg le nem szakad róluk. A másik pedig maga az élmény, meg maga a csinálás, hogy tényleg látják az emberek, hogy mennyi idő és energia az, ameddig egy ilyen kis táska összeáll, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szemléletfordulás
formáló élmény lehet. Azt gondolom, hogy nagyon erős edukáló élmény is ez, valamint érzékenyítő folyamat, ami nálunk a workshopokon történik. És bocsánat, még egy utolsó gondolat, hogy nagyon sokat is beszélünk a fenntarthatóságról a vendégeinkkel. Mert azt gondolom, hogy manapság a fenntartható kifejezésnek van egy ilyen nagyon negatív éle is. Nagyon sokszor egy klímaszorongással, egy bűntudatkeltéssel van összekapcsolva a fenntarthatóságnak a fogalma a divatiparban, és ilyenkor azt gondolom, hogy minden épeszű ember inkább homokba dugja a fejét, és azt mondja, hogy jó, nem érdekel, én csak azért is megveszem, mert most miért én tennék, vagy miért az ugyan én döntésem. Ugyan már nem azon az egy darab terméke múlik, amit én fogok megvenni, sőt nem is azon a 15-ön, hogyha már pontosan, ilyen pontosan, és azt gondolom, hogy az, hogy beszélünk a workshopokon olyan folyamatokról, olyan döntési helyzetekről, amikor az emberek fájdalommentesen tudnak jobban dönteni, ez egy nagyon-nagyon fontos edukációs folyamat, és nagyon jó feedbackeket kapunk a vendégeinktől, hogy hogyan kezdtek el a workshop után változtatni a divat fogyasztási szokásaikon, és számomra ez egy nagyon nagy büszkeség. Azért jók ezek a beszélgetések, mert olyan aspektusai merülnek fel a vállalkozósdinak, amik nem biztos, hogy egy sima portré beszélgetésben, vagy egy ilyen háttérműsorban felmerülnének, ez pedig a fenntarthatóság. Befektetőként mennyire fontos neked, illetve mennyire próbálod terelgetni akár a saját, akár a mentorált vállalkozásokat abba az irányba, hogy fenntarthatóan működjenek. Ez azért fontos, mert hogy ugye egy csomó irányelv van, amit az Európai Unió így vagy úgy, de néhány év múlva le fog nyomni a vállalkozói szféra torkán. Ha más nem mondok, a bankok nem fognak hitelt adni olyannak, aki nem fenntartható módon működik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de nem biztos, hogy mindenkinek benne van a fejében. Nem, egyre kevesebb, és ahogy Róza is említi, egyre többen dugják homokba a fejüket pont azért, mert azt gondolják, hogy emögött mondjuk egy jó marketing fogás van, vagy ezzel tényleg nem nekem kell foglalkozni, majd foglalkozzanak, vagy foglalkozzanak ezzel a nagyobb cégek, a multik. Számomra nagyon fontos, és bevallom őszintén, hogyha a Mitter Sister és a DIY-bár mögött nem lett volna ez a felfogás, ez a tudatosság, akkor én egy táskakészítő cégben nem fektettem volna be. Tehát, hogy az biztos, hogy nekem ez egy nagyon-nagyon nagy húzóerő volt, hisz Róza azt nem említette, de maradékbőrből készítjük a táskákat. Tehát, hogy azt kell tudni, hogy ez kukába kerülne. Mi ezt feldolgozzuk, ami szerencse vagy szerencsétlenség a kettő között, hogy mindegyik táska tényleg egyedi, saját maga készíti a vendég, így mindig más szint, más alapanyagot használnak fel, és nem dobjuk ki a kukába. Úgyhogy tényleg mi aztán minimálisan szemetelünk, tehát, hogy erre nagyon odafigyelünk, odafigyelünk arra, hogy egyedi legyen meg az élmény. Ez rettentő fontos. Szerintem a nőknek ez fontos, hogy van egy táska, amit én készítettem, és mögötte a tudat, hogy ebből nem készül még egy a világon, mert vagy nem lesz az az anyag, hisz ez már kidobandó anyag lett volna, vagy a te álmodat valósítod meg ebben a táskában. Uh-huh. Úgyhogy ha nincs ez a lehetőség ennél a cégnél, akkor én nem fektetek be a rózáikhoz. Nem hat ez riasztólag, hiszen ha egy vállalkozó építgeti a cégét, akkor nagyon sok mindenre kell figyelni. Ez egy olyan puszadlagos kérdésnek tűnik. Ráadásul plusz gondokat jelent, hogy akkor most lehet, hogy egyszerű egy műanyag valamit használom, az a legolcsóbb, az a legversenyképesebb áru termék, amit előttől állítani belőle, de itt kopogtat a fenntarthatóság, és adott esetben Tomán Szabina azt mondja, hogy ezt nem műanyagból csinált, hanem fából, mert ezt úgy is eldobod, és akkor meg felvonja a szemöldökét a vállalkozó, hogy igen, de hát az meg x forinttal drágább lesz. Ha alapanyagmódosítás van, és én, mint befektető ebbe beleszólnék, akkor mindenféleképpen a gazdasági oldalát is megvizsgáljuk. Arra törekszünk, hogy a vállalkozás működjön. Tehát, hogy persze a környezettudatosság az egyik legfontosabb dolog az én számomra is. Több olyan vállalkozásom van, csomagolásmentes bolt, tényleg úgy odafigyelek, hogy ezekre nagyobb hangsúlyt fektessük, de nem minden áron, hanem úgy, hogy egy win-win helyzet kerüljön ki ebből az egészből, ugyanis azt kell tudni, hogy most edukáljuk a népet. Tehát most kezdett el az új generáció gondolkodni azon, hogy nem nejlontasakokba vásárolunk, hogy nem kell 5+1 akció, vagy az 1+1 akciót meg
megvenni, tehát hogy ez egy hosszú folyamat, ezt nem fogjuk tudni holnap-holnap után megváltoztatni, de kis lépésekben tudunk ezen segíteni, és főleg azt a gondolkodást szeretném én átépíteni, hogy ez nem csak a multik feladata, ez a kis egyéni vállalkozóktól a KKV-k teljes hálózatára rá kell, hogy nyomja a bélyegét ez a gondolkodás. Minimálisan tényleg, de kezdjen el minden vállalkozó azon gondolkodni, hogy lehet fenntarthatóbban működtetni a vállalkozását. Róza, beszéljünk konkrét dolgokról. A táska bőrből készül, oké, okay, megvettem az ötletet én is, hogy ez hulladékbőr, tehát már egy piros pont van, de hát az valamikor egy állatom volt rajta, és ugye az állatvédők azok már a gazdasági haszonállatoknál is olyan felvetésekkel élnek, ami még egy mezőgazdasági termelőt is ilyen szorgos fülvakarásra készít, hogy ugyan ezt hogy oldjam meg, hogy az én csirkém boldog legyen, mert csak akkor veszik meg a húsát vagy a tojását. Itt is van egy ellentmondás. Sokan ugye nagy ellenszenvvel viseltetnek, hogy hát az mégis egy állati termék a bőr. Ez egy nagyon forró topik, nagyon jó topik szerintem. Azt gondolom, hogy ugye számomra a fenntarthatóság egy nagyon-nagyon fontos dolog a kezdetektől fogva, és nagyon hosszú időt töltöttem azzal, hogy felkutassam, hogy melyik az az alapanyag, ami a legfenntarthatóbb akkor, hogyha a táskákról vagy cipőkről van szó. És én a bőr mellett tettem le a voksomat. A bőrök, amiket használunk, azok a húsiparból származnak, a húsipar melléktermékei, tehát azok az állatok, amiknek a bőrét mi felhasználjuk divatipari célokra, azok már megitták azt a 60 ezer liter vizet, amit az életük során megittak, és a húsuk miatt lettek tartva. Innentől kezdve a nyers bőr az nagyon kevés dologra felhasználható, és nagyon nagy része ennek az alapanyagnak kidobásra kerülne, ez kerül be a bőrgyárakba. És utána ezek vannak konzerválva. Nagyon sok alternatív anyag, alternatív bőr létezik már, amiről hallunk, hogy az sokkal jobb alternatíva lehetne a bőr helyett. Az a baj, hogy nagyon sok esetben ezek az alternatív bőrök, sokszor vegán bőrnek is hívják őket, ezek egyszerűen csak a műbőrt takarják, és a fast fashion brandeknek a greenwashing nevű folyamatának a háttere ez, méghozzá az, hogy megpróbálnak úgy vásárlásra sarkalni minket, hogy bűntudatmentesen vegán bőrterméket vásárolunk, ami igazából csak egy műbőrtáska vagy műbőrcipő. Az a probléma ezzel, hogyha összehasonlítjuk a kettő alapanyagot, akkor előállítását tekintve kőolajból a műbőr előállítása, az egy borzasztó környezetszennyező folyamat, de ugyanígy a bőrnek a cserzése, hogy a nyers bőr egy feldolgozható alapanyag legyen, az egy nagyon-nagyon durva kemikáliákkal történő processz. Élettartamában viszont a természetes bőrnek az élettartama jóval-jóval hosszabb, mint a műbőr alternatíváké, és szerintem ami a legfontosabb, az az utóélete ezeknek az alapanyagoknak, mert ameddig a természetes bőrnek a lebomlási ideje körülbelül 20-40 év, addig a műbőr lebomlási ideje körülbelül 300-500 év, ami felfoghatatlan. Hát gondoljunk bele, hogy veszek leértékelve 5000-ért a fast fashion boltban egy műbőrtáskát, ami még 500 évig itt lesz ezen a bolygón. Hát szerintem ez ilyen döbbenetes. Hát nem és is egyéb... nagyon vagyunk ennek tudatában. Nem vagyunk tudatában, és én szeretem erre felhívni a figyelmet, valamint arra is, hogy igazából at the end of the day tök mindegy, hogy bőrtáskát vagy műbőrtáskát vásárolsz-e, mert az a lényeg, hogy tényleg megvásárolod-e azt az adott terméket, hogy tényleg kell-e még egy cucc. Mert mind a kettőnek az előállítása nagyon környezetszennyező, és amúgy a 20-40 év is nagyon sok idő. Tehát az a kérdés, hogy egy embernek 5 vagy 10 táskája van, vagy 50-100 táskája. Mert én azt gondolom, nekem 4 darab táskám van, 5. Tegnap előtt csináltam magamnak még egyet. De nekem 5 táskám van, és tök jól meg vagyok velük. Tehát én azt gondolom, hogy itt kell a fejekben egy kis változást előidézni, és erre nagyon jó az az érzékenyítés, ami a workshopokon megy, és az a jó, hogy ezt a DIY-bárba is át tudtuk emelni, ami egy sokkal rövidebb folyamat, hiszen a vendégek csak 30-60-90 percet töltenek a stúdióban. Még, bocsánat, igen. Egyetlen egy mondat, csak hogy mielőtt így szó érni a ház elejét, vannak igazi vegán bőrök is, nagyon-nagyon jó anyagokkal kísérleteznek már manapság tudósok és dizájnerek, vannak gombabőrök, kaktuszbőrök, ananászbőrök, ezek tök jó dolgok, de azt gondolom, hogy ameddig a bőr, mint természetes alapanyag bent van ebbe a körforgásba, és kidobásra kerülne, addig ez egy olyan megbízható alapanyag, aminek az élettartama garantált.
Uh-huh. Szabina, mennyire veszélyes egy üzleti modellre az, hogy ennyire változékony, és ennyire érzékeny, és ennyi féle dologra érzékeny a világ? Én azt gondolom, hogy most már majdnem minden vállalkozónak ezzel szembe kell néznie. A csomagolástól elkezdve a szállítmányozásig, tehát tényleg nincs olyan tudatos vállalkozó, aki ezzel a problémával ne nézze szembe. Csak olyan partnert, vagy olyan társat, vagy olyan coachot kell találni, aki ebben segít, ahogy megpróbálni levonni a legjobb következményt, mint ahogy milyen lábnyomot hagyunk magunk után. Mit tanítunk a következő generációnak, és ez egy rettentő fontos dolog. Én azt gondolom, hogy persze mi elindítottunk valamit, de 2-3 generáció minimum kell még ahhoz, hogy ezt tényleg úgy tudják érvényesíteni, hogy ez hosszú távon jól működjön. Hogy lehet ezt egyáltalán tervezni? Te, amikor elindítottad a vállalkozásod, lefogadom, hogy még olyan, hogy vegán nem nagyon volt a palettán, hogy olyan összetevők legyenek. Most meg hát nincs olyan étterem, ahol ne lenne vegán menő, és az éttermekről beszélek. Bizony. Amikor én megalapítottam a vállalkozásomat, én tényleg nem nagy vállalkozásban gondolkodtam, és ugyanaz volt a felfogásom, hogy én olyan pici vagyok, hogy én ehhez nem tudok hozzátenni. De az első 1-2 év után már láttam, hogy mindenféleképpen ez el kell gondolkodnom folyamatosan, mi is a csomagoláson, a szállítmányozáson, a raktározáson, minél kevesebb szemetet használni, a kiszállításnál mire figyelünk oda, hányszor forduljon egy termék, hogy tárolom. Tehát, hogy ez bele kell illeszteni a vállalkozásba. Most már sokkal tudatosabb vállalkozók vannak, mint amilyen én voltam akkor, amikor elindítottam a vállalkozást, de folyamatosan tanulok. Az élelmiszeripar az egyik olyan ipar, ami nagyon-nagyon gyorsan változik, szerintem gyorsabban, mint a divatipar, de hogy ez az egyik ilyen nagy lábnyomunk, amin kell gondolkodni, dolgozni, és a vegán étrend, a vegán gondolkodás szerintem egy olyan út, amit én nem... Én nem építem be a családba, hogy mindenkinek vegán, tehát hogy vegán étkezés. Én az arany középutat próbálom nevelni, hogy igen, egyszer-kétszer a héten eszünk húst, hogy erre jobban odafigyeljünk, hogy egy főétel nem kell, hogy ott kezdődjön, hogy egy nagy szelet hús és mellé a köret. Tehát, hogy én itt próbálok segíteni, de a vállalkozásom meg pedig már ott megy, hogy milyen csomagolás, milyen fenntartható feldolgozó iparral dolgozom. Tehát, hogy ezek már egy olyan tudatos lépés sorozatok, amit folyamatosan építek be, illetve várom, hogy azok az okos emberek, akik ott ülnek és elmondják, hogy mivel lehet jobban, vagy a környezet tudatosabban működtetni egy vállalkozást, az mondjuk a műanyag szívószálat kicserélni olyan szívószál, ami nem tudom, 5-10 év alatt tűnik el, de nem tudunk mindenre még megoldást, ezért mondtam, hogy szerintem az, hogy a kis lépésekben elindul minden vállalkozó afelé, hogy valamilyen környezettudatos lépést tegyen, az már egy jó irány. Szerencsém a Rózával, mert ebből a szemszögből, ahogy hallottad, és ahogy hallottátok, nagyon sokat tud, és folyamatosan informálódik, és ez a lelkesedés és az az információ éhség kell nekem, amit én be tudok építeni úgy a vállalkozásba, hogy ez a végén, ez gazdaságilag is nyereséges legyen. Akkor legyen ez az utolsó kérdés, mennyire vagy tudatos, Róza, hogy látod a vállalkozásodat? Ez is egy ilyen sablonriporteri kérdés, szerintem már megkaptad néhányszor, 5-10 év múlva, mi a cél, ha már ennyire tudatos vagy? Az a helyzet, hogy minden egyes vendég, aki bejön hozzánk, nagyon sok külföldi vendég tér be hozzánk az utcáról, és minden egyes vendég azt kérdezi, hogy mikor nyitjuk meg a DIY bárt az ő országában. Tehát az 5 éves terv az az, hogy Európán belül több városban is jelen legyen a DIY bár. A 10 éves terv pedig az, hogy a világon mindenhol. Ambiciózus tervek. Az a helyzet, hogy rengeteg ötletem van, inkább mindig az a probléma, hogy az ötletek közt ne csapongjak annyira, hogy a végén ne legyen megvalósítva. Hál' Istennek nem ez a statisztika, mert azért megvalósítom az ötleteimet, de azt gondolom, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, és azt gondolom, hogy Szabinával ez az együttműködés, ez nagyon-nagyon nagy távlatokat nyithat meg mind a kettőnk számára, mert én nagyon látom azt, hogy mi hogyan tudunk együttműködni, ahogy Szabina is említette, nem csak a vállalkozásban, hanem emberileg is. Hát
profi végszavazás volt, úgyhogy ebben is profi vagy, Róza, el kell ismernem riporterként. Hölgyeim, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Tomán Szabina üzletasszony befektetővel, illetve Mitter Anna Rózával, a Mitter Sisters bőrtáska készítő workshopok kitalálójával beszélgettünk az elmúlt percekben. Tartsanak a következő epizódban, és velünk búcsúzik már a műsorvezető, Mihálovics András, hallották, a viszontlátásra. Kimerült az üzleti élet kihívásaitól? Szüksége lenne egy kis gazdasági koffeinre? Kortyoljon bele egy jó erős KKV-ba! Minden kedden 4 és 5 óra között két gazdasági barista, Tomán Szabina és Mihálovics András várja a leghasznosabb receptekkel mikro, kis és középvállalkozásokhoz. Erős KKV! Egy igazán motiváló gazdasági löket a Monitor délutánban. Monitor.